Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Dráma a háztetőn Írta Aszlányi Károly Elektronikus változat Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016 Készítette az Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-590 online MEG 15507 Tartalom A Shetland Corner Egy nehéz mesterség A kútba esett váltságdíj. Pánik New Yorkban. Joe végkép gangster lesz. Listman. Joe. A Horkenstel Company. A nagy ütközet. Joe agóniája. Győzelem és halál. Még egyszer Listman. A Shetland Corner. Amióta Roosevelt elnök kiadta a jelszót, halál a banditákra. Azóta a banditák ugyanépp olyan vígan élnek, de tagadhatatlan, hogy valamit vesztettek a népszerűségükből. New Yorknak, a Hudson River felőli oldalán, nem messze a Green Parktól, szemben a Hawaii Livestock-kal, sötétlik a Shetland sarok. Itt, legalábbis legtöbbnyire itt, találják meg azokat, akiket Pörrimen, a tisztességes társadalom előtt gyűlöletes gangster fejedelem, autózni vitt. Ez a kifejezés maga is borzalmat ébreszt a beavatottakban. Az amerikai gengek így hajtják végre a halálos ítéleteiket, fontos tárgyalás címén autózni viszik a halára ítéltet, a taxiban agyonlövik s a koromsötét setlen sarkon kidobják az úttestre. Van ugyan lámpa itt is, de egy szerencsétlen emelődarú elfogja a világosságot, amit a ködben áraszt csak onnan tudjuk, hogy nagyvárosban vagyunk, mert a hadzon felől örökösen bömbölnek a köcirénák. Ezen a sarkon taxiállomás is van. Igen, ritkán állnak itt kocsik, és ha állnak, azok se tisztességes szándékkal. Hatalmas adag önbizalom kellene ahhoz, hogy egy taxisofőr utast reméljen kapni ezen a vidéken. Talán ilyen önbizalom lehetett Jóslindben, aki ezen a nyálkás ködös éjszakán beállt kocsijával a Setland sarokra. Mivel sötét volt, felgyújtotta a zseblámpáját és regényt olvasott. Egyszerre felkapta a fejét. Autóberregést hallott. Egy másik taxi érkezett oda. Megállt kiugrott belőle Dendzső Júber, egy rossz képű, durva fickós szétvetett lábakkal állt meg a lányos arcú Joe Slim előtt. Mit kereselte itt? Förmet ráden. Én is a vállalattól vagyok, mondta Jocelyn. Ki mondta, hogy ide gyere? Firtatta gyanakodóan Den. Slim vállat vont. Csak eszembe jutott, mondta. Mindenütt sokan vannak. Ide nem jöhetsz érted? Bömbölt Den. Ez egy fenntartott hely, ide csak az tolhatja a pofáját, akit hívtunk. Az erei kidagadtak rezes arcán, de csak egy pillanatig. A következő pillanatban hatalmas ütést kapott az állára és elterült a síkos járdán. Joe mosolyogva nézett utána. Den feltápászkodott. Vagy úgy? Montas beült a kocsiába. Joe elővette a könyvét és tovább olvasott. Mint egy fél óra múlva szokatlan dolog történt. A park evnyú felől könnyű, siető léptek közeledtek. Csak hamar fiatal leány tűnt fel. Joe ráemelte a lámpáját. Hallatlanul, földön túl ilyen szép volt. Látszott rajta, hogy finoman és előkelően nevelkedett de most zilált haja és tépet ruhája mellé halára rémült kifejezés is járult. Habozva nézett a két taxira, mintha a sofőrökben se bízna. Dem felkiáltott, amikor meglátta a lányt. De magához tért és kinyitotta a kocsi ajtót. Ugyanekkor azonban Joe megfogta a leány kezét és beemelte a kocsiába. Dem fenyegetően közeledett felé, de a fiatalember egy mozdulatára eszébe jutott az iménti jelenet. Visszahőkölt. Joe beugrott a volán mellé és rákapcsolt. Csak hamar őrületes tempóban rohant az ötödik evnyú irányában. Valahol a menhetön közepén gyenge kopogtatást hallott Joe. A járda mellé állította a kocsit. Kiugrott. A lány kiszállt és pirosló arccal nézett rá. Innen már hazatalálok, mondta, de nyilván nem fog hinni nekem, én Lisztman fényképezőgép király lánya vagyok és nincs nálam pénz. Adja meg a számát és én. 49-49, mondta Joe halkan és szemlesütve, de még egyszerűbb, ha Joe Slim detektív felügyelőt keresi a központban. Illetve elharapta a szót. A lány nagy szemeit ráfüggesztette, és várta a folytatást. Slim így szólt. Az életembe kerülhet, hogy ezt elmondtam. Nem fog elárulni. Bambi egyre jobban csodálkozott. De hát. Hiszen akkor tudnia kell, hogy engem pörrimenék elhurcoltak. És maga mentett meg, öntudatlanul, hát hogyan képzeli, hogy elárulom. Joe csettintett, Mégis szamárság volt. De két hónapja nem beszéltem tisztességes emberrel. Kiszaladt a számon. Beugrott a kocsiba, ott hagyta a lányt és elrobogott. Meg sem állt a setlent sarokig. Uber még most is itt volt. Sötét arccal bámult az érkezőre. Most már nagyon dühös volt erre a fiatal emberre. Hé, kiáltott rá, revolverét felemelve. Mi a te neved, öcsém? Joe felelte a fiatalember. De milyen Joe? Ismételte Den. A csinos Joe volt a pökhendi válasz. De a fene egyen meg, te a vezeték nevedet kérdezem. Azt megmondják neked a központban. Den szemében felvillant valami. Úgy, igen, az első New Yorki taxivállalat központjában. A fény kialudt Den szemében. Aztán miért akartad mindenáron áron te vinni ezt a lányt? Kérdezte csöndesebben. Talán megtetszett neked? Lehet? Felelte Joe dühösen, mert nem hagyták olvasni, de inkább a keresetért, azt hiszem. Ma még egy centet se kerestem, most pedig hagy békén, olvasni akarok. De megvakarta a fejét. Nem tudta, hogy mi a teendője. Egy nehéz mesterség. Az az összejövetel, amelyet Pörrimen egyik lakásán tartottak az alvezérek, egyáltalában nem hasonlított Rulledabil vagy Rinaldo Rinaldini bandagyűléséhez. Inkább olyan volt, mint egy több millió dollár alaptőkével rendelkező nagybank igazgatósági tanácsülése. Csak a módő volt kissé elütő. Pörrimen, akinek nevét Európában is túlon ismerték, rossz kedvében volt ma. Emberei nyakba húzott fejjel hallgatták, amint az asztalt csapkodta. Nekem 95 ezer dollár költségem van egy ilyen ember rablása. Kiáltott, és ti egyszerűen futni engeditek ő nagyságát. Hogy a fenébe lehetséges ez? Hol van az a két fickó, akit a lány leitatott? Elküldtük őket, mondta egy diszkrét hang. Már ülnek. Sőt, cáfolta meg egy jobban informált, fekszenek. Mit érek vele? El kell kezdeni előről. Ha egy drinksztorban a pincér eltöri a tányért, a tulajdonos megfizetteti vele. Hát mit gondoltok, én százezret kidobok a kedvetekért. Senki sem ukkant. Hol van Den? Itt vagyok. Pörrimen ráfüggesztette hideg, sötét szemeit. Hiszen a lánya te karjaidba szaladt. Tudtad kicsoda? Miért engedted el? Az úgy volt, főnök akadozott den, hogy nem voltam egyedül. Megjelent a standon az a vöröshajú fickó, akit már jelentettem, és az vitte el a lányt, mielőtt tehettem volna valamit. Azt hittem, hogy talán a mi emberünk. Pörrimen nem felelt dühösen nézett Denra, azután intett, hogy távozzanak. Amikor egyedül maradt, elővett egy kulcscsomót, kinyitotta a páncélszekrényt és kiemelt egy hatalmas, disznóbőrbe kötött albumot. Rövid keresés után fellapozta az egyik oldalt. Ez az album a New Yorki detektív testület kézikönyve felírást viselte. Mint ahogy a rendőrség a bűnözőkről, úgy vezetett Pörrimen a detektívekről nyilvántartást. Itt volt mindegyiknek a fényképe, új lenyomata, amelyet néha nagy nehézségek árán tudtak megszerezni. Megtalálta Joe Slim arcképét is. De meg kellett állapítania, hogy az új lenyomat hiányzik. Most nem tudta biztosan, Slim ügyességén múlt ez, vagy olyan rövid ideje működik még csak. A fénykép alatt azonban talált egy bejegyzést, amely nagy mértékben megkönnyebbítette. Becsapta az albumot, felöltözött és elment a Ziegfeld megnézni. Utána vacsorázni vitte legújabb barátnőjét, s vacsora után úgy intézte a dolgot, hogy a Shetland sarkon keressen taxit. Jól megnézte a sofőrt, de nem szólt semmit. Ezen az éjszakán még egyszer elővette az albumot. Mert Pörrimen figyelme minden részletkérdésre kiterjedt. A kútba esett váltságdíj. Amikor Miss Bambi kissé magához tért és rendbe hozta az idegeit, beállított hozzá Graves rendőrparancsnok és egy gyorsíró jelenlétében megkezdte kihallgatását. De akármilyen érdekes volt is a megkerült leány előadása, nem sokkal vitte közelebb a rendőrséget Pörrimen nyomához. Gerden parti volt nálunk, kezdte a milliómos lánya, tizenegy fiú és hét lány részvételével ettünk, ittunk, táncoltunk és füröttünk. Meg kell mondanom, hogy a park csak részben volt kivilágítva. Voltak benne sötét helyek, a barátnőim számára, akik vőlegényükkel együtt jöttek. Nekem még nincs vőlegényem. Eddig csak egy férfivel találkoztam, aki átmenetileg erősebbnek bizonyult nálam, de azt sem ismerem személyesen. Pörrimenra gondolok. Szóval, az esté vége felé elindultam, hogy megkeressem azt az üvegpálinkát, amit egy bokorban rejtettem el, amikor egyszerre hátulról átöleltek, pillanatok alatt gúzsba kötötték a kezemet lábamat és elcipeltek. Bedobtak egy taxiba, bekötötték a szememet. Olyan hőség volt a kocsi fenekén, hogy elágyultam. Amikor magamhoz tértem, elég tiszta szobában találtam magamat, amelynek nem volt ablaka. Lámpa égett benne. Velem szemben vasajtó volt a falban. Az ajtó mellett két fegyveres őrült, székeken. Nevet nem kellett, olyan idegesítően komikus volt a helyzet. Két napig éltem így. Mind a két őrömbent lakott velem a vasajtós szobában. Az egyik időnként kiment és ennivalót hozott. De útszolván semmit nem ettem a harmadik napon a sarokban, minden félelom között, megtaláltam a retikülömet és benne az üveg pálinkát, amit azon a szerencsétlen estén, az utolsó pillanatban tettem belé. Hallatlanul erős pálinka volt, és mind a két őröm tökéletesen berúgott tőle. Kimenekültem a házból, megnéztem a számát, Devon Street 197-es, végig rohantam egy utcán és beugrottam egy taxiba a sofőr behozott a városba, és miután pénzt nem tudtam neki adni, megmondtam, ki vagyok. Erre ő is levetette inkognitóját, és elmondta, hogy ő Joe Slim detektív felügyelő is. Graves félbeszakította. Kit mondott? Joe Slim, ezt a nevet hallottam, egészen bizonyos. A parancsnok ránézett a gyorsíróra, aki zavartan hunyorgott. Azután Bambihoz fordult. Joe Slim tavaly meghalt. Lezuhant és szörnyet halt. Bambi vállat vont. Akkor úgy látszik, hazudott nekem a fiatalember. Bár nem tudom megérteni, mi oka volt erre. Graves természetesen azonnal megszállta a Devon Street 197-es számú házat. De még természetesebb, hogy senkit sem talált benne viszont megtalálta a vasajtós, vasablakos szobát, amelyről Miss Listman beszélt. Bambi másnap délelőtt bevásárolni ment, mégpedig három detektívvel a háttérben, amit egyáltalán nem talált kellemesnek. A szadvörkáruházban sikerült is megszabadulnia tőlük, s a másik oldalon az utcára lépve intett egy arra haladó taxinak. Nem csoda, hogy ez éppen Joe Slim kocsia volt, a vöröshajú fiatalember reggel óta ott cirkált a környéken. Részben azért tette ezt, mert kíváncsi volt a lányra. De nyugtalanította az is, amit a lány tudott róla. Könnyelműség volt beavatni a titokba. Csak az nyugtatta meg, hogy Bambi végeredményben Amerika egyik legesleggazdagabb emberének a lánya, akiről nehéz volt feltételezni, hogy elárulja joe -t. Mégis a lelki ismeret furdalta Joe-t, ha Lafitt Anderson aggódó arcára gondolt. Bambi arca felderült, amikor meglátta a vöröshajú fiatalembert. Nos, legalább megfizethetem a tartozásomat, mondta. Hanem magalódított nekem, amikor azt mondta, hogy detektív felügyelő. Már megbántam, mosolygott Jó szeliden, hogy kibögtem ezt, de ha már megtörtént, akkor tudjon meg mindent szeretnék beszélgetni magával. Vigyen ki a Long island mondta a lány, és én majd maga mellé ülök, aztán elmondhatja. És Bambi olyan történetet hallott, amelyre nem volt elkészülve. Csak hogy Jónak az volt a rettentő nagy hibája, hogy hölgyekkel és előkelő emberekkel szemben nem volt fellépése. Kénytelen, kelletlen, akadozva beszélt és bár a valóság az volt, hogy Joe inkább a nyelvét harapta volna le, mint hogy hazudjék valakinek azért, hogy önmagát valami kép előtérbe tolja, mégis mindenkinek úgy tűnt, hogy Joe beszéd közben találja ki, hogy mit hazudjék. S Bambi, aki nem ismerte Joe belső erényeit, eleinte nagy csodálkozással hallgatta a történetét, később azonban egészen bizonyosra vette, hogy a fiatalember hazudik. Hazudik azért, hogy behálózza őt. És ez nagyon rosszul esett neki, maga sem értette, miért. Elég különös történet is volt. Joe Slim korán vesztette el a szüleit. Ifjúkora nagy szegénységben telt els, rengeteg kísértésnek volt kitéve. Csak hogy Joe fogait összeszorítva, dolgozott és tanult, mert minden vágya az volt, hogy detektív legyen amikor bekerült a testületbe, olyan időket éltek, hogy senki se bízott a társaiban és a főnökök nagyon megbecsülték az olyan lelkes, fiatal embereket, akikről sugárzott a becsületesség. És Anderson Lafit megszerette Joe-t. Innen kezdve Joe folyton azon törte a fejét, mivel szolgálhatná meg a főnök becsülését. Egy évvel ezelőtt, 1933-ban, tetőpontra ért a rendőrség elkeseredése Pörrimen ellen. Ez az ember addig csak raketek szervezésével foglalkozott. A raket tulajdonképpen biztosító intézet. Biztosítja az üzlet tulajdonost az ellen, hogy agyonlőjék vagy beverjék a kirakatát. Nagyon szolid üzletág, ha a tulajdonos fizeti a biztosítási díjat ha nem fizeti, akkor maga a biztosítási intézet löveti agyon. Pörrimen később áttért a jövedelmezőbb emberrablása. Egy év alatt két millió dollárt szedett össze és rettegésben tartotta egész Amerika minden jómódú emberét. A rendőrfőnök, Lafit Anderson, igazán kétségbe volt esve. Az utolsó pillanatban jelentkezett ez a fiatal detektív és gyönyörű tervel állt elő. Uram, mondta, én mától kezdve megszűnök élni, mint detektív. Taxi-sofőr leszek és igyekszem bejutni a bandába. Ha sikerül, előléptetnek, ha nem, hát megpróbáltam. Tegnap lezuhant egy rendőrségi aeroplán. Három halott. Ön ki fog adni egy jelentést négy halottról. A negyedik én leszek holnaptól kezdve vörös hajam van és a bal alsó karomba egy koponyát tetováltatok, a ganmenek jelvényét. Lafit Anderson belement. De Joe Slimnek még egyéb kikötése is volt. A mi testületünk, sajnos, ön is tudja, tele van megvesztegetett vagy megvesztegethető emberekkel. A tervem csak akkor sikerülhet, ha ön és az én kivételemmel senki se tud róla. Mindenkinek azt kell hinnie, hogy meghaltam. Engem most Joe Waxnak hívnak. Rendben van, fiam, mondta Lafit Anderson, én minden esetre már is kinevezem felügyelőnek, hogy ha terve nem sikerülne úgy, ahogy szeretném, akkor az özvegyen nagyobb nyugdíjat kapjon. Nincs özvegyem, mosolygott szerényen Joe Slim. Tehát fejezte be elbeszélését a sofőr, ha maga, Miss Listman, bárkinek az égen is földön elmondja, amit rólam tud, akkor én egy órán belül eltűnök az élők sorából. Mert én már ismerem pörrimen rejtek helyét. Bambi hallgatott. Ne haragudjék, mondta végül, hogy én már igazán nem tudom megítélni, ki mond igazat és ki nem, de. Értem, mondta a fiú csöndesen, maga azt hiszi, hogy hazudom. Visszaviszem magát a városba, menjen el Fit Andersonhoz, mondja meg neki, hogy üdvözlöm, jól vagyok és hogy maga mindent tud. Nagyon szeretném, mondta reménykedve a lány, ha így volna, mert akkor tudnék egy férfit a világon, akiért érdemes aggódni. Bambi azonban csak délután jutott a központba, és ott az a hír érte, hogy New York rendőrfőnökét egy bandita négy golyóval megölte, amikor a háza előtt autóba szállt, hogy a központba menjen. Bambi lelkében minden összeomlott. Őrületes felfordulás támadta rendőrségen. Bambi felment a rendőrfőnök helyetteséhez, Scott őrnagyhoz és közölte vele gyanúját, ami szerint a magát Joe Slimnek nevező taxisofőr a tettes. Miss Listman ugyanis, abban a meggyőződésben, hogy Joe okvetlenül pörrimen egyik alvezére, viszont ezt mindenáron el akarta titkolni Bambi előtt, a következő helyzetbe került ha tétlenül megvárja, amíg Bambi elmegy Anderson Lafithez és megtudja tőle, hogy Joe hazudott, akkor elveszti Bambit. Andersonnak tehát meg kellett halnia. Képtelen, hisztérikus, szörnyű vád volt. De Bambi felzaklatott lelkével nem tudott másra gondolni. Scott nagy meglepetéssel hallgatta végig a történetet. Kizártnak, vagy legalábbis valószínűtlennek tartotta, hogy Anderson LaFit ne szólt volna neki Joe Slim tervéről. Minden esetre Anderson Lafit meghalt és Joe Slim is meghalt, ez kétségtelen. Igaz, hogy a gépben ülők szénné égtek, de a rendőrfőnöknek tudnia kellett, hogy ki ült a gépben és ki nem. Bambi elkezdte komolyan gyűlölni ezt a fickót az a tény, hogy esetleg miatta ölte meg a rendőrfőnököt, önbáddal töltötte el. Undorodott attól, hogy ilyen fickók beleszeressenek. Scott jelentést tett a kormányzónak és erősítést kért. Mégis csak vérlázító, mondta, hogy valahányszor kiszivárog, és mindig kiszivárog valahogyan, hogy ütközetre készülünk pörrimenék ellen, a vezért egyszerűen elteszik láb alól. Ez már a harmadik rendőrfőnök, aki erőszakos halállal hal meg. Csak a testület kitűnőségét dicséri, hogy egyáltalán akad még, aki vállalja ezt a veszedelmes állást. Miben látja ön a fő nehézséget? kérdezte a kormányzó. Scott elgondolkozott. Megmondom, felelte végül. Pörrimennak kétségtelenül van New Yorkban, vagy két tucat búvóhelye, egy néhány valószínűleg várszerűen kiépítve, ha egyet-kettőt véletlenül fel is fedezünk, marad a többi húsz. A fő nehézséget abban látom, hogy nem tudjuk ezekre a gócokra egyszerre rátenni a kezünket. És nincs semmi támpontunk, amelyből kiindulhatnánk. Utóvégre ki tudunk söpörni egy utcát, de egész New Yorkot. Egyelőre, fejezte be a kormányzó a megbeszélést, egyelőre vigyázzunk, hogy azt a Lisztmelányt el ne vigyék még egyszer. Utóvégre valami felelősséggel tartozunk a milliómosainknak. Pedig elvitték. S még hozzá hamarosan, nem sokkal az előbbi beszélgetés után. És ez volt az a pont, amikor a lakosság türelme kezdett komolyan elfogyni. Pánik New Yorkban Ilyen riadalom az özönbízóta nem volt. Írták a lapok. Lisztmennek, Amerika első adófizetőjének lányát másodszor is elrabolta ugyanaz a geng. És pedig fényes nappal, a Wall Street közepén, a detektívek szemeláttára. Körülfogták az öt autón érkező banditák, írta a New York Times Miss Lisztmen autóját. Ketten átemelték és valóságos sorfalat alkotva elrobogtak vele. Eltűntek a rendőrség szeme elől. 24 órája semmi hír a szerencsétlen lányról. Senki és semmi nincs többé biztonságban a banditák elől. Bármelyik pillanatban elrabolhatják az anyákat, feleségeket, leányainkat. Ültessétek villamoszékbe a rendőröket, ha pörriment nem lehet elfogni. Mit szól az elnök mindehez? Így írt a többi lap is szörnyű elkeseredés vett erőt a lakosságon. Azt mondták, hogy New York egy harmad népessége Pörrimen zsoldjában áll. A gengsztervezér egy millió dollárra emelte fel a váltságdíjat. S a rendőrség már nem is beszélte le a szerencsétlen apát a fizetés teljesítéséről, nem volt remény rá, hogy megtalálják a banda fészkét. Ezúttal már nyilván jobban vigyáznak a lányra, mint az első esetben, mondta mindenki úgy fog járni, mint a Lindberg bébi, ez volt az általános vélemény. A legügyesebb detektívek járták falkaszámra a várost. A középületekről esténként kiáltó fényreklámok szórták a figyelmeztetést. Tartsd nyitva a szemed! Hát ha a szomszédot pörrimen! Segíts a rendőrségnek a nyomozásban! Ennek azonban csak még nagyobb felfordulás lett a vége. Az új rendőrfőnök, Scott, mindent megkísérelt, hogy lecsillapítsa az embereket. De az ilyen eszközök, s a fokozott rendőri készültség csak növelték a rémületet. A Shetland sarkon sötétebb volt a szokottnál is. Ott állt a kocsijával Den és ott állt Joe Vax, ahogy itt hívták. Joe egy füzetes regényt olvasott nagy figyelemmel. Csak akkor nézett fel, amikor Den visszautasított egy fuvart. Részek hajós kapitány volt az illető. De nem akarta felvenni a kocsiára, mire a hajós olyan dübe gurult, hogy elment gyalog. Ebből Joe arra következtetett, hogy nem valami utasításnak engedelmeskedve vár. S csak ugyan, éjféltájban két kemény kalapos, erőszakos mozgású fickó érkezett a folyó felől, és egy különös, gyors kézmozdulattal üdvözölték Dent, amit Joe nem tudott jól megfigyelni. Az egyik így szólt. De hol van bört? Nekünk kettő kell, tudod jól. Bört mindig késik, morogta Den. Ezután halk hangon beszéltek egy darabig, közben fél szemmel joe figyelve. Fickó, mondta az egyik kemény kalapos, Joe elé lépve, akarsz velünk jönni. Miért ne? Felelte nyugodtan Joe. Hát akkor ugori, és mindenütt a másik taxi nyomában maradj. Joe sejtette, miről van szó. ment tisztába akart jönni vele. Elhatározta tehát, hogy résen lesz és nyitva tartja a szemét. Megálltak egy piszkos kis speakeasy előtt. Rengeteg kétes külsejű fickó ült bent, olyan füstben, amelyhez képest a londoni köd aranyfátyol. Joe is kénytelen volt bemenni velük. Egyre kíváncsibb lett, hogy mi lesz. Megittak egy csészerumot, Johnnak az volt a benyomása, hogy ezek hárman most akarnak kitalálni valamit, amivel nyilatkozatra bírnák Jót. Végre az egyik felállt, letette fejéről a kemény kalapot és bement egy telefonfülkébe. Joe ismerte ezeknek az embereknek határtalan tiszteletét Pörrimen iránt s feltételezte, hogy a fickó azért vette le a kalapját, mert vele beszél az üvegfalon keresztül látta, hogy élénken magyaráz és többször felébök a hüvelykujjával. Végre kijött a fülkéből, fizetett és dzselt adott az indulásra. Most az egyik szorosan Joe mellé ült, és Joe kezdte magát rosszul érezni. De látszólag higgadtan vezette a kocsit, de nyomában. New Yorkba mentek. Másfél óráig tartott az út. Egy sötét kis sikátorban álltak meg. A két bandita kiszállt, lépéseik elhaltak az éjszakában. Már világosodott Ellis Island felett, amikor visszatértek. Joe épp a végére ért a regénynek, amely egy hercegnő és a sofőrje közti szerencsés kimenetelő szerelemről szólt, amikor visszajöttek, két hatalmas zsákot cipelve. Ezeket berakták a kocsiba és maguk is beültek. Ugyanott szálltak ki, ahonnan elindultak valahol itt van a fészkük, gondolta Joe. Az egyik visszaszólt, Joe-ra mutatva. Erről a fickóról jelentést fogunk tenni a főnöknek, mondta. És Joe tudta, hogy most már el kell dőlni a dolognak jobbra vagy balra. Vállat vont. Minek az a komédia, fiúk? Mondta, és erre mind a ketten megálltak. De a háta mögött állt. Joe kedélyesen folytatta. Én tudom, hogy ti nem foglalkoztok zsáklopással. Ezt a két zsákot Pörrimen egyik tanyájáról átviszitek a másikra. Felteszitek, hogy én azt hiszem csortátok valahol. És látni szeretnétek, mit szólok hozzá. Érezte, hogy revolvercső fúródik a bordái közé. De vidáman folytatta. Minek ez a marhaság, lehet velem egyenesen is beszélni. Meg lehet engem kérdezni, hogy akarok-e, és én felelek. Ezt mondjátok meg a főnöknek, én üzenem. A két ember letette a zsákot, és közelebb jött. A revolvercső szorítása nem engedett. Na és, mondta az egyik, tegyük fel, hogy valaki tényleg megkérdezne téged, mi lenne a felelet. Ez, mondta Joe, és felemelte a kezét a bal csuklóján alul, ott volt a halálfej, letörölhetetlenül. Az emberei figyelmesen nézték. Végül az egyik azt mondta. Ez nem elég. Ez a feleletem, mondta Joe szemtelenül, és hogy elége vagy sem, azt majd nálad nagyobb fiúk döntik el. Lehet, hogy neked különb dolgok vannak a bőrödre rajzolva, viszont én különbül dolgozom, mint te. Na, na, morgott a gengszter, csak ne olyan nagy pofával. Nem tudom, mitől nőtt meg így a meld. Csináltál már valamit életedben? Joe vihogott. Nagyon ravasz vagy, koma, felelte, de én nem kötöm az orrodra, hogy mit csináltam és mit nem. Ha pörrimen kíváncsi rá, majd megkérdezi személyesen. Nem hiszem, hogy ilyen alakokkal szóba állna, felelte a bandita. Ha veled szóba áll. Velem sem áll szóba. Vallotta be az. De Joe legyintett. Nekem olyan a hírem, hogy én örám kíváncsi lesz. Mit gondolsz, miért kellett nektek zsákot cipelni éjszaka? Mert Pörrimen nem törődik velem, azért. Mert azt hiszi, hogy maga. Hirtelen elhallgatott, mert a társa oldalba bögte. Joe dühösen hadonászott az orruk alatt. Nekem egészen mindegy, hogy mit hisz rólam. Vagy szüksége van rám, vagy nincs és kész. És ne küldjön nekem ilyen zsákos detektíveket a nyakamra, hanem bökje ki, mit akar. A feszültség enyhült. A két pasas intett Dennek, aki eltette a revolverét. Aztán elmentek. Joe beült a kocsiába, s elővett egy másik füzetes regényt később elaludt és csak arra ébredt fel, hogy világos van és didereg. De már nem volt sehol. Joe felhúzta a tetőt és elindult haza. Visszaidézte emlékezetébe az éjszaka történteket és úgy látta, hogy sikerült az első ütközetet megnyernie, ha felkeltette Pörrimen érdeklődését. Hogy ez az érdeklődés sikert vagy halált jelent a számára, azt csak a jövő dönti el amikor belépett a kis szobába, amelyet sofőr korában bérelt, mindjárt meglátta, hogy az asztalon levél fekszik, amelyet nem postás hozott. Ugyanakkor látta, hogy a szobáját átkutatták, de nem vittek el semmit. Ha csak az új lenyomataimat el nem vitték, gondolta elégedetten, miközben feltörte a levelet. Pörrimen írta. Joe végképp gengszer lesz. Amióta Joe a Pörrimen banda tagja lett, minden percben az életéért harcolt. Az eseményeket nem lehetett megállítani. Joe tudta, hogy bár neki azt mondták, hogy bevették a bandába, állandóan figyelik és különböző próbáknak vetik alá. Így például két napig vele őriztették Bambilisztment. Ez volt a leggyötrelmesebb az egész dologban. Bambi valóságos börtönben élt, és Joe nem segíthetett rajta. Voltak éppen azt sem tudta, hol vannak, de ha tudta volna, se tehet semmit, mert állandóan figyelték. Annyit tudott, hogy valahol Swinburne-Overdossi környékén vannak, nem messze a tengertől, egy magányos házpincéjében. Bambi csuklói véresek voltak, és Joe szíve összeszorult, ahányszor rájuk nézett. Bár egész nap együtt voltak, alig beszéltek egymással. Csak a második nap reggelén tört ki a lányból. Szóval mégis jól sejtettem, maga ölte meg a rendőrfőnököt, nehogy elárulja magát. Talán maga pörrimen. Joe nevetett. Ha keserűen is, de nevetnie kellett. Pörrimen. Nem, mondta csöndesen, maga nagyon megtisztel. De nem vagyok pörrimen. Hát mi? kérdezte éles gúnyjal a lány, detektív felügyelő, nem. Nem. Felelte Joe. Persze. Istenem, más is hazudik. De hát mi oka volt arra, hogy nekem hazudjék. Rám jött, muszáj volt. Imponálni akartam magának, magyarázta a fiú. Nem gondoltam arra, hogy komolyan beszél és utána jár. -e. És ezért kellett, kérdezte Bambi felvont szemöldökkel, ezért kellett meghalni a rendőrfőnöknek. Hiszen ez borzalmas. Felugrott, felalájárt a szobában. Megállt Joe előtt, mintha mondani akarna valamit, de végül mégis tovább ment. Beszéljem végre. Fakat ki a lány, a legszörnyűbb váddal terhelve áll itt és hallgat. Nem beszélhetek. De hát ember. Bambi idegei a megpattanásig feszültek, maga ölte meg, vagy sem. Joe hajtott. Akármit mondanék, úgy se hinné el nekem. A lány undorodva nézett rá. Az egész mesét akkor találta ki. Minden esetre nem tagadja, hogy ennek a bandának tagja maga is. Nem bólintott Joe, arra gondolva, hogy esetleg kihallgatják a beszélgetést, ezt nem tagadom a lány elfordult. Gyötrelmes és Joe számára mégis szép órák voltak. El kellett viselnie a lány igaztalan megvetését, de annak örült, hogy legalább amíg ő itt van, nagyobb baja nem történhetik a lánynak. Megfizeti az apja a váltságdíjat. Kérdezte később. Bambi úgy felelt, hogy oda se nézett. Megírtam neki, hogy inkább halljak meg, de ne fizessen ezeknek a patkányoknak. Akkor annál inkább fizetni fog, jegyezte meg Joe elégedetten. Másnap este egy Thomas nevű főkolompos jött be, hogy leváltsa Joe-t. Joe nehéz szébbel indult. Thomas kitartóan nézett rá. Na, bökött fejével a lány felé, hogy viselte magát. Rúgós kis macska, felelte Joe, nem sokra mész vele. Na majd én megmutatom. Felelte az és joe még volt ereje röhögni ezen. A második próba már komolyabb volt. Jót bevitték New Yorkba. Itt egy szezgyár csillagszerű helyiségébe dugták és bejelentették neki, hogy Pörrimen délután meg fogja látogatni. Joe keserű perceket töltött el. Amíg a kocsián ült és bizonyos mértékig szabad volt, a cselekvés izgalmában nem érezte annyira, hogy milyen tehetetlen, mint így. Folyton Bambi megvető pillantásaira, szomorú, édes arcocskájára kellett gondolnia. Úgy járt fel és alá, mint egy párduc egész délután. De amikor kívülről lépteket és hangot hallott, egyszerre leült a sarokba és kifejezéstelen arccal merett maga elé és belépett Pörrimen. Senki sem kísérte, és nyitva hagyta az ajtót maga mögött. De Joe tudta, hogy kint állnak az emberei. Pörrimen elegáns fiatalember volt. Jónak azonnal feltűnt rajta, hogy ez a leghidegebb ember, akit el lehet képzelni. Hidegsége nem volt agresszív vagy bántó, csak a nyugalomnak egy végletekig felfokozott és végtelenül imponáló fajtája. Ezzel uralkodott azokon, akik közvetlenül érintkezhettek vele. Leült Jóval szemben, és mozdulatlanul figyelte egy jó darabig. Joe állta a tekintetét, de nagyon kellemetlenül érezte magát. Pörrimen szemei olyan merevek voltak, mint egy gyíké. Azt tudja, hogy én ki vagyok, szólalt meg végre fásult hangon, amely valahogy a xilofon hangjára emlékeztetett: hát mi is tudni akarjuk, hogy maga kicsoda. Joe Waxa nevem, felelte a fiú. Miért festette a haját vörösre? Okom volt rá, hogy ne ismerjenek fel, mondta Joe őszintén. Aha! A régi mese. A rendőrség elől menekül, mi? Nem mese. A maga érdeke, hogy igaz legyen, felelte pörrimen szemtelenül. Levélpapírt húzott elő a zsebéből és aranytokos töltőtollat. Az a gyanunk ugyanis, emelte fel a fejét Pörrimen, hogy maga az a Joe Slim nevű detektív, akinek tavaly halálhírét költötték. Feszültem figyelte Joe arcát. Joe buta képet vágott, igazán olyan volt, mint aki semmit sem ért az egészből. Azonban folytatta a gangster, mi sem végzünk ki senkit bizonyíték nélkül. Vegye ezt a tollat és írja, amit diktálok. Joe önkéntelenül elváltoztatott írással követte Pörrimen szavait. Remélem, hogy eljut a rendőrfőnök úrhoz ez a levelem. A 17. utca 92-es számú ház pincéjében vagyok bezárva. Életem veszélyben forog. Joe Slim. Detektív felügyelő. Pörrimen elégedetten nézte a levelet, majd így szólt ha a rendőrségen úgy tudják, hogy Joe Slim él még, akkor megszállják a 17. utcát. Ebben az esetben magát lelőjük, mint egy folyami patkányt. Ha azonban a rendőrség bizonyos benne, hogy Joe Slim nem él már, akkor ezt a levelet kelepcének fogja gondolni és rá se hederít. Joe mélyet sóhajtott. Most igazán Isten kezében van az élete. Csak a rendőrfőnök el ne olvassa a levelet azzal, hogy a segítségére indul, megölné Joe-t. És Joe ekkor észrevette, hogy Pörrimen már a címzést írja. New York City rendőrfőnökének. Central Court. A vezér halkan füttyentett. Bejött egy ember. Ezt a levelet azonnal eljuttatod a rendőrfőnökhöz. Azon kívül intézkedj, hogy Sparet állandóan figyelje a 17. utca 92-es számú házat, és azonnal jelentést tegyen, ha a rendőrség kiszáll. Jelentőségteli pillantást vetett Joe felé, és kiment. Az ajtó bezárult mögötte. Joe agyában kínzó kétség tombolt. Életének minden napja közt az volt a leghosszabb, ami most következett. Nem akart véget érni. Közel van a halál, gondolta Joe, de az is jobb, mint ez a bizonytalanság. Másnap reggel bejött a banda egyik híres gammenye, Revolvers embere, Daski Milmó. Barátságosan üdvözölte Joe-t és leült vele szemben, az asztal mellé. Revolverét a jobb tenyerébe fektettes azzal játszadozott, úgy, hogy felfeldobta a levegőbe s mindig lövésre kész helyzetben fogta el. Az asztalon kopott telefonkészülék hevert. Joe tudta, hogy mikor az a készülék megszólal, akkor dől el a számára az élet és halál problémája. Megkínzott agyán átvonult az élete. Joe szülei szegény emberek voltak. Joe korán a rendőrséghez került, és felettesei gyorsan megszerették. Sok ambíció lappangott benne, de az életében semmi szép nem volt, amíg Bambiliszt menne meg nem ismerkedett. Milyen különös az élet, csak azért nyújt valamit, hogy rögtön elvehesse. Joe sokkal egyszerűbben, egyenesebben gondolkodott, semmint, hogy a lány Dariuszi gazdagsága bántotta volna. Mert Joe rengeteg bűnt és aljasságot látott és tapasztalt, de mindig olyan ártatlan és jó hiszemű maradt, mint egy vidéki kislány. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. Daszki lekapta a kagylót. Halló, mondta, aztán elkomoruló pofával, feszülten hallgatózott. Joe túl feszített idegeivel hallotta, amint a kagylóban dörög egy idegen, távoli hang, de Daszki arcáról nem sokat lehetett leolvasni. A bandita végül is letette a kagylót. Jóra nézett, felemelte a revolverét és elvigyorodott. Azt üzeni a főnök, hogy a Shetland sarkon átveheted a taxidat. Eztán ott fogsz állni és várod az utasításokat. Ez a jeladás keresztbe fektette a két hüvelykújját egymáson, és ha valami disznóságra gondolnál, akkor búcsúzz el az élettől. De hogy gondolt Joe most másra, mint hogy él? Semmi sem volt most fontosabb ennél. Egy óra múlva a mindenható Pörrimen jóvoltából ott találta üres kocsiját a Shetland sarkon. Beleült és gondolkodni kezdett. Minél tovább gondolkodott, annál biztosabban látta, hogy nincs többé ember, aki Joe Slimmet tudna belőle csinálni újra. Listman. Káprázatos fogadóterem volt ez. Egyetlen hatalmas asztalon óriási, bőrkötésű napló, Listman pályájának állomásai. Ott volt benne az első, dakotában készült, rongyos kis fényképezőmasina. Ott volt a Lisztmen gyár első kimutatása 1891-ből, 17 ezer dollár nyereségről. A látogatók leolvashatták a lapokról, hogyan nőtt ez a 17 ezer évi másfél millióra. A mai viszonyok közt azonban egy millió dollárt készpénzben folyósítani csak nem lehetetlennek mondható. Ha valaki képes volt erre egyáltalán, akkor Lisztmen volt az csak hogy hátra volt az a kérdés, hogy mi módon biztosítható a lány épségben való megérkezése, miután Pörrimen már megkapta a pénzt. Pörrimen naponta felhívta vidékről, minden nap más városból, Lisztment és a milliómos hosszasan tárgyalt vele. De nem tudtak zöld ágra vergődni egymással. Pörrimen aranyrudakban akarta a pénzt, Lisztmen viszont előbb a lányát akarta, csak azután volt hajlandó a pénzről tárgyalni. Így vitatkoztak minden nap egy hétig. Kedden végre felkereste Scott rendőrfőnök az öreg milliomost, aki így fogadta. Megegyeztem Pörrimennal. Scott kíváncsian nézett rá. Ide küldi egy emberével a lányt. Az embere elviszi a pénzt. Hogyan? Szkat okos ember volt, de nem értette a dolgot. Eredetileg az alkoholrendőrség csoportvezetője volt, de Anderson Lafit hátrahagyott jegyzeteiből sok mindent megtudott, amit a rendőrség és pörri menék régi párbajharcáról tudnia kellett. Listman megmagyarázta. Becsületszavunkat adjuk, én és maga mondta kurtán, hogy az emberük bántatlanul távozik a pénzzel. De hát. Különben nem kapom meg a lányomat. De ha már megkapta, több renget szkadt. Pörrimen azt mondta, felelt a rendőrfőnök, ki nem mondott gondolatára Lisztmen, hogy ha az emberének mégis bántódása esnék, akkor a lányom 24 órán belül halott. Ellenkező esetben soha többé nem hallunk róla. Nevetséges, hiszen. Semmi sem nevetséges. Nem szándékszom sem egy millióért, sem a maga szemeiért kockáztatni a lányom életét. Itt van a nyilatkozatom, amiben mindent megígérek annak a fickónak és maga is alá fogja írni. Rendben van, mondta Scott, de ezt az aláírást egyszer nagyon felül fogja fizetni Pörrimen. És aláírta. A Long island levő villa olyan volt, mint egy síralomház. Listman darabos, szinte goromba modora nem jól érvényesült ebben a helyzetben a felesége csak nem meggyűlölte őt, amiért pörrimennel tárgyal, a helyet, hogy egyszerűen elküldené a pénzt. Leengedett erek mögött, hűvös és sötét szobában járt fel és alá a két öregember vitatkozva és önmagát vádolva. De Listman konokul kitartott az álláspontja mellett. Igaz, hogy más dollármilliómosok páncélszobákban őrizték fiaikat és leányaikat, de Bambival ezt nem lehetett megcsinálni. Bambi épp olyan akaratos volt, mint az apja. Imádta a szabadságot, és nyilván a halál se lett volna rosszabb számára, mint bezárva élni. Nem megyünk semmire a sápítozással, szögezte le végül is Lisztmen, én be fogom tartani a megállapodást, várjuk meg, mit csinál Pörrimen. Pörrimen megszervezte a kampányt. Volt a sajtónak egy része, amely a kezében volt, s amely a maga részéről fokozta a pánik hangulatot. Jellemző erre, hogy amikor William Tyson, a kefe király felnőtt fia úgy berúgott, hogy reggelig nem tudott hazamenni, az egész rendőrség talpon volt és fellármázta a várost. Valóságos megkönnyebbülés volt, amikor megtalálták egy árokban a fiatal Stisont és kiderült, hogy az ijedelem alaptalannak bizonyult. Megírták a lapok azt is, hogy Pörrimen hogyan akarta a rendőrséget törbe csalni azt a hírt terjesztette, hogy egy nemrég elhunyt fiatal detektív, Joe Slim, a kezei között van. De bár a rendőrség egyáltalán nem dőlt be ennek, a nép között legendák kezdtek keringeni a fiatal detektív sorsáról. A nép szívesen hozza működésbe a fantáziáját, és pörrimen kezdte elveszíteni a régi népszerűségét. De mindezek a mendemondák és újságcikkek most már nem zavarták meg a Joe és főnöke közti harmóniát. Pörrimen nehezen bízott meg valakiben, de aztán kitartotta választottak mellett. Joe most utasításaihoz híven a taxisofőrök életét élte. Egy napon, amikor szokott regényét olvasva, a kocsiban ült, odalépett hozzá egy detektív és beszélgetni kezdett vele. Joe tudta, hogy ez mit jelent, de minden elfogódott szág nélkül felelgetett és igyekezett a külvárosok szlengén beszélni vele. A detektív végül is felszólította, hogy igazolja magát és Joe azt meg is tette, Joe Vax névre szóló igazolványával. A detektíva lakás címét is feljegyezte. Joe este jelentést tett az esetről Pörrimennek és kérte, hogy máshová költözhessék. Pörrimen elégedetten bólintott, és lehet, hogy Jónak éppen ez az őszintesége szülte benne azt a gondolatot, amely Jót a céljai eléréséhez épp olyan közel vitte, mint ahhoz, hogy elveszítse az életét. Jó, péntek volt a nagy nap. Mindkét oldalon készültek az átadásra. Pörrimen utólag megváltoztatta a tervét, platinát kért, hogy egy ember el tudja hozni. Pörrimenről azt mondták, hogy zseniális az emberei megválasztásában. Most is, lehet, hogy sok töprengés után, de látszólag csak úgy ötletszerűen maga elé hívatta Joe-t. Joe a régi szezgyárban találkozott jelenlegi főnökével. Pörrimen hosszasan magyarázta neki a tervet. Egy szóval sem érintette azt a lehetőséget, hogy Joe elárulja őt. Joe megértette, hogy mit kell tennie. Pörrimen teljesen be akarta hálózni ezt az embert, akit nagyon használhatónak vélt. A megbeszélésen azonban jelen volt Daszki Milmó is, és annak végén Pörrimen hozzáfordult. A hetedik emelet bal hármas és négyes ablakában fog megtörténni az átadás. Te a szemben levő ablakból fogod figyelni a dolgot, és ha valami nem tetszik neked, akkor áthajítasz egy kézigránátot és Joe megtudta, hogy Pörrimen szerint szép dolog a bizalom, de még szebb a biztonság. Péntek reggel lefüggönyözött autó ért nyugat felől New Yorkba. A sofőr Dan Joe volt. A függönyök mögött mereven ült Bambi Listman, mellette pedig Joe. Dan fülén rádió hallgatókagyló volt, de Joe tudta, hogy nem rádiót hallgat, hanem azt, amit a kocsi belsejében beszélnek éppen ezért semmit sem mondhatott a lánynak, aki mély megvetéssel húzódott el tőle. Pedig lehet, hogy ez az utolsó alkalom arra, hogy beszéljenek egymással. De Joe tisztában volt vele, hogy amíg pörri menél, addig a fogja marad, bárhol is legyen. És Bambi soha se fogja elhinni neki, hogy ő tulajdonképpen. Összeszorult a szíve, amint oldalról a lányra nézett erre a sápat, édes kis arcra, amely az utóbbi időben annyira megváltozott. Mert Bambi elkényeztetett, léha kis macska volt, amíg meg nem ismerte az élet másik oldalát. Ebben a változásban a legkomolyabb az volt, hogy már majdnem beleszeretett egy fiúba, aki különbnek látszott a többinél, akit pedig azelőtt, a régi barátai mellett észre sem vett volna. De aztán megtudta az igazat. Bambi megborzongott. Milyen szerencse, hogy ideje korán tudta meg. Ez olyan csalódás volt, amit talán sosem fog kiheverni. Fázósan kuporgott a sarokban, nagyon vágyott már haza, egy igazi kis pihenésre. Az egy heti kemény fekvőhelytől minden csontja fájt. Nem nézett volna egy világért se Joe felé. Az autó hirtelen zökkenővel megállt a Lisztmen épület előtt senki sem állt, se polgári, sem egyenruhás rendőr. Még a portást is bevonták. Joe Hóna alá kapott egy üres bőröndöt és kiugrott a kocsiból. Segíteni akart Bambinak a kiszállásnál, de a lány undorodva kapta el a kezét. Joe egy pillantást vetett a szemben levő ház hetedik emeletére. A nap egy látcső lencséjén csillant meg. Daszki a helyén volt és a kézigránátok is. Joe tudta, hogy két tűz között van. Pörrimen azért választotta őt, mert nem volt biztos benne, hogy a rendőrfőnök betartja-e a szavát. Joe utszolván állandó életveszedelemben volt. Ha megpróbálja bizonyítani, hogy ő Joe Slim, akkor Pörrimenék ölik meg. Ellenkező esetben lehet, hogy a rendőrök beszálltak a liftbe, amely a hetedik emeleten állt meg. Joe előre engedte Bambit, aki berontott a fogadóterembe és apja nyakába borult. Mögötte, elszorult szívvel, Joe is bement. A sofőrök egyenruhája volt rajta, de a számot levették. A teremben Lisztmenen kívül ott volt Scott, a rendőrfőnök is. Csak egy futó pillantást vetett Jóra, aztán elfordította a fejét. Nyilván nehezére esett tétlenül nézni a banditát, amint egy vagyont visz Ellistmentól, büntetlenül. Joe berakta a csomagokat a bőröntbe, miután meggyőződött arról, hogy tartalmuk megfelel az utasításnak. Most háttal állt az ablaknak és menni készült. De elvesztette a fejét és úgy nézett Skatra, mintha ordítani szeretne, de nem jött hang a száján. Skat feszültem figyelte. Uram, mondta végül halkan Joe, nekem el kell vinnem a pénzt, minnyájunk épsége érdekében. De gondolkozzék, kérem azon, hogy volt a központnak egy Joe Slim nevű. Scott rárecsent. Takarodjék! Ezzel a mesével már megpróbálkoztak ettől az esettől eltekintve, amikor szavamat kellett adnom, bárki jön nekem azzal, hogy ő Joe Slim, abban a pillanatban agyonlövetem és kitüntetést adok a rendőrnek, aki agyonlőtte. Most pedig mehet és jegyezze meg, hogy Joe Slim meghalt. Igenis. Mondta Joe és lehajtott fejjel, szó nélkül kibotorkált. Nagyon, nagyon fájt a szíve. Bambi elfordult, amikor elment mellette az egész világ elfordult tőle. Amikor kiment, Scott lefüggönyözte az ablakot és halkan azt mondta. Ez a fiú, aki most kiment, New York egyik legjobb detektívje. Ha életben marad, nagy karriert fog befutni. Bambi felsikoltott. De hát akkor miért? Az elődöm följegyzései között megtaláltam az egész történetet de addig nem hittem, hogy tényleg ő az, amíg idebe nem lépett. Csak hogy az élete úgyis egy hajszálon lóg. És ha bármilyen formában eláruljuk, hogy ráismertünk, akkor a fonál elszakad. És Bambi szíve mégis olyan könnyű lett egyszerre. De Scott rámordult. Hanem ezt a fonalat elszakítja abban a pillanatban, amikor rajtunk kívül bárki megtudja ezt. Amikor egy szerelem kivirágzik. Hát ennél különösebb körülmények között még nem virágzott ki szerelem soha, az biztos. Bambi itt áll most, megszabadult a banditáktól, de ott hagyta a kezeik között azt az embert, akit a világon legjobban szeretett, talán éppen azért, mert eddig olyan nagyon gyűlölte. Óriási felfedezés volt Bambi számára, hogy a fiú igazat mondott. Mégis igazat mondott, Sőt, az életét kockáztatta, amikor neki, egy idegen lánynak, elmondotta az igazat. A lányban rengeteg szunnyadó energia ébredt fel, de nem tudott mit kezdeni vele. Eleinte híres magándetektívekhez szaladt. Hatalmas összegeket ajánlott fel, ha kiszabadítják Jót Pörrimen karmai közül. De senki se vállalta. Senki se mert szembeszállni Pörrimennel és időközben Scott megtiltotta a lánynak a további veszélyes kísérleteket. Attól tartott ugyanis, hogy ilyen formán kiszivárog az, hogy felismerték Jót. Bambi most tehát magára hagyatva és tehetetlenül átkozta magát, hogy miért nem mondott egy jó szót, egy biztatást a fiúnak, akkor, amikor módjában lett volna. Az a legborzasztóbb, anyus, mondta egy nap az ebédnél, hogy Joe talán sose tudja meg, hogy én rájöttem az igazságra. Ha csak egy kicsit szeret, akkor ez borzasztó lehet neki. Nem valószínű, mondta Mrs. Listman, hogy ilyen körülmények között beléd szeretett volna. Minden esetre nagyon örülnék, ha sikerülne neki. Ó, anyus! Kiáltott Bambi, hogyan is sikerülhetne. Ezer és ezer emberrel áll szem közt, és neki senki sem segít. Ha csak tudnám, mit tegyek, mit kellene tennem, mit tehetnék. Ha tudtam volna, kicsoda, amikor hazakísért, nem engedtem volna el. Nem tehettél volna semmit, mondta most Listman, bizonyosan figyelték. Ha nem így lenne, akkor ő magától is megkísérelt volna megszökni veled együtt. Örülj neki, hogy túl vagy rajta a legokosabb lenne, ha egy hónapra Európába mennél. Igaz, hogy Európa unalmas és tele van múzeumokkal, de a múzeumokat nem muszáj megnézni és az embert nem rabolják el. Legfeljebb a pénzét, mondta Mrs. Listman és régi hotelszámlák jutottak az eszébe. De Bambi hallani se akart utazásról. Itt fogok maradni, ahol ő van, jelentette ki, és lisztmenék kezdték látni, hogy most már kénytelen kelletlen, komolyan kell aggódniuk Joe Slim életéért. Márpedig erre sosem volt nagyobb szükség, mint ma délután, amikor Danjoe Huber hátulról lelőtte Joe-t. A Horkan Steel Company Általában többet képzeltek el Pörrimenről, mint amennyire emberileg képes lehetett az ő rengeteg búvóhelyre, munícióraktárra és megfigyelő és gyűjtőközpontra tagozódó szervezete is bizonyosan valami igen egyszerű módon volt egy helyről irányítható. Ezt kellett Jónak elsősorban megtudnia. Hiszen az egész banda tehetetlenné válnék, ha a szokott búvó és elosztó helyeket zárva találná veszély idején. Joe már látta, hogy a rendőrségtől nem várhat segítséget. Ezek nem akarják tudomásul venni, hogy ő él és dolgozik. De azért belátta, jobb is, hogy így van. A rendőrség merev elzárkózásának, ezt még meggondolatlan keserűségében is belátta, köszönheti, hogy megnyerte Pörrimen bizalmát. A pénzt New graves vették el tőle, ott, ahol a Graves-pika hadzonba csorog. De két órával később Pörrimen elé idézték, ahol el kellett mondania, hogyan folyt le a dolog. Nehéz perceket élt át, mert úgy érezte, hogy a gondolatait is leplezni kell Pörrimen előtt. Hogy viselkedett Scott? Kérdezte Pörrimen. De ami azt illeti, joe is mesterére talált. Scott? Kérdezte Joe, melyik volt az? Az öregebb? nem, mondta Pörrimen és figyelmesen nézte Joe arcát, a fiatalabb. Ó, az nagyon dühös volt, háttal állt nekem és amikor átvettem a platinát, majd hogy nekem rohant. Pörrimen biccentett. Mondhatom, meg vagyok magával elégedve. Kap egy kis önálló irodát és új kocsit. Csak telefonrendelésre fogad elfuvart. Az iroda előtt áll majd a kocsia ismeri Dambi ügyvédet. Ő lakik az első emeleten. Dambi a horkanárvák gyámja. Évente 500 ezer dollárral szaporítja a vagyonukat. Telekkel spekulál. Igenis. Mondta Joe olyan buta képpel, amilyennel csak lehetett. Hát akkor menjen oda és nézze meg az új működési terét kezet fogott Joe-val és a következő pillanatban már egy telefonbeszélgetésbe merült. Joe új irodája az utcára nyílt és vadonat új magántaxi állt előtte. Az irodában pamlag is volt, tehát lakni is lehetett benne. A felső emelet kilenc ablakából írógépek ütemes kopogása hallatszott. Ez volt Stendambi irodája. Joe elővette a Heuiz hút és tanulmányozni kezdte Dambi élettörténetét. Azután a horkan örökösöket nézte meg. Úgy látszott, hogy a horkan acélművek Dambi keze alatt csak nem teljesen megszűntek acélt produkálni és tisztán telekszpekulációra váltottak át. Joe most egyszerre kíváncsi lett, hogyan lehet telekeladással évi 500 ezer dollárt keresni hogy erről képet alkothasson magának, elment egy telekkönyvi hivatalba. Ez csak elég ártalmatlan szórakozás ahhoz, hogy ne keltsen gyanút. Nem is volt olyan ártalmatlan. Ebben a telekkönyvi nyilvántartásban nem szerepelt hét év óta Mr. Dambi neve. A napnál világosabban meggyőződött róla Joe. Dambi hét év óta nem vett és nem adott eltelket. Hét év előtt, amikor átvette a vagyonkezelését, New York 21 különböző pontján telkeket, bérházakat, gyárakat vett. Ezek nagyobb részt üresen állnak. Viszont hogyan lehet az, hogy minden vétel és eladás nélkül valakinek 500 ezer dollárt hozzanak ezek a telkek? Joe Lázas izgalomban kérte el a Dambi birtokában levő ingatlanok részletes listáját. Egy hivatalnok tíz perc alatt leírta, Joe a papírost és hazaszaladt. A feje fölött még mindig kopogtak az írógépek. Elővette a listát. Talált benne két házat a Shetland Kornö környékén. Egy üres szeszgyárat nyugaton. A Lisztman palotával szemben álló épületet. A többi cím új volt Jónak. Leengedte a papírost. Tehát minden külső segítség nélkül megtalálta Pörrimen hatalmának a kulcsát. Pörrimen bérli Dambitól ezeket az ingatlanokat évi félmillióért. És ez a 21 ház telek vagy gyár Pörrimen birodalma. És soha senki nem jöhet rá, mert a Dambi vagy Horkan nevet senki se hozza összefüggésbe vele. Tehát Dambi ügyvéd és szenátor a Pörrimen bűntársa. Ilyen ellenfelekkel állunk szemben gondolta Joe, majdnem elégedetten, amikor a háta mögött valaki rászólt. Henzi áp! Joe megfordult. Daszki Milmo állt mögötte, ahogy az utcáról bejött. Gondolkodás nélkül elsütötte a revolverét. Joe a melléhez kapva, összerogyott. A nagy ütközet. Bambi Listman szerencsés megkerülésének örömére hatalmas kerti ünnepséget rendeztek Long Islanden, ezúttal sűrű rendőrkordont vonva a kőkerítés körül. De erre már nem volt szükség, Pörrimen megkapta, amit akart és egyébként még szokta tartani a szavát. Ami ezekben a napokban a legtöbb embert nyugtalanította, az Pörrimen terveinek kiismerhetetlensége volt. Vajon ki lesz a következő áldozat? Szegény milliomosok. Egy időre szívesen cseréltek volna a kármelyik vékony pénzű alkalmazottjukkal, akinek nem volt oka pörrimentől félni. A Garden Partin részt vett minden elegáns léhűtő és elkényeztetett kislány a New Yorki felső tízezerből. Bambi nem is tagadta előttük, hogy unja őket részvétlenül sétált el a táncoló, csókolózó, iddogáló és fürdő csoportok mellett és nem törődött vele, hogy összesúgnak a háta mögött. Erre a lányra nem lehet ráismerni, állapította meg Kenet, a kexgyáros fia. Ez beleszeretett a fogságban valakibe, magyarázta egy vörös leány. Feltűnt nekem, hogy állandóan a komoly férfiak típusáról beszél. Nagy röhögés tört ki utálom a komoly férfiakat, jelentette ki Georgia Hill, a tőzsde királylánya, utálom a szigorú nyafogásukat. Látni sem akarok komoly férfit. Ebben mind megegyeztek s beugrottak a vízbe, ahol a legkevésbé fenyegette őket az a veszély, hogy komoly férfivel találkoznak. Bambi pedig az ő komoly férfiáról gondolkozott most már megértette a viselkedését és le tudta volna harapni a saját nyelvét, hogy miért nem szólt egy jó szót hozzá. Hirtelen ellenállhatatlanul szükségét érezte, hogy cselekedjék. Hogy ne üljön itt tétlenül, amíg Joe halálos veszedelemben forog. Még ráérek szórakozni, korholta önmagát, pedig igazán nem szórakozott. Most felment a szobájába, hogy telefonon beszéljen Szkattal a lapok háborogtak a rendőrség látszólag folytatta eddigi tehetetlen pepecselését, de valami volt a levegőben. Scott és vezérkara titokban készült valamire. Zárt ajtók mögött folytak a tárgyalások, amikor behozták egy közrendőr írásbeli jelentését és egy cédulát. A 17. utca sarkán, így szólt a jelentés, találtam egy újonnan lakkozott taxit. A taxiban Milmó egy többszörösen körözött gyilkos holteste feküdt. Állán lőtt seb. Átkutattam a zsebeit, de csak egy cédulát találtam benne, amely a rendőr főnök úrnak szól. Tisztelettel. Smith L. V. John. Scott elolvasta a cédulát, amelyet reszkető kézírt rendőrfőnök úr, én nem érem meg a reggelt, ez a disznó rám lőtt, mert észrevette, hogy rájöttem valamire. De magammal viszem őt is a más világra. De most koncentrikus támadás. Én még a Dambi ház földszintjén vagyok. Letartóztatni Dambi szenátort. Az általa bérbe adott és évi 500 ezer dollárral elszámolt ingatlanokat ostrom alá venni. Azok pörrimen patkányjukai. Az egész dolog nyolc órán belül és minden ponton egyszerre végrehajtandó. Velem már ne törődjenek. Joe Slim Scott elolvasta a levelet. Néhány szóval megmagyarázta alantasainak Joe Slim önfeláldozását. Mindenki felállt, némán tisztelegtek a hős bajtásnak. További öt perc alatt megélénkültek a folyosók parancsokat továbbítottak, valóságos kis mozgósítás volt ez. Háborús előkészületek. És öt rendőrtisztet letartóztattak a déli órákban, mert megpróbálták elárulni az előkészületeket, nyilván pörri Egy órakorban Bambi rohant Beszkathoz. A rendőrfőnök bevezette a dolgozó szobájába, ahol három magasrangú rendőrtiszt ült egy hatalmas térkép előtt. Azt mondta, hogy telefonozni fog, ha lesz valami, mondta elfulladva a lány, és én várok, várok. Üljön le, mondta Szkad komolyan, a helyzet megváltozott. A csata száz és száz ember életébe fog kerülni, amíg megszületik a végső győzelem vagy vereség. Képtelenség ebben szerepet adni magának. Ne nézze azt, hogy nő vagyok, kiáltotta Bambi szenvedélyesen, én küzdeni akarok azért a férfiért, aki az életét kockára tette miattam és a többiekért. Én. Scott odaadta neki a cédulát, amit Joe küldött. Olvassa. Bambi szemei könyben úztak, amikor felnézett. Azt gondolja, hogy a március. Scott bólintott. Valószínű. Bambi felugrott. Valósággal sikoltozni kezdett. Én nem hiszem, nem engedhetem, ez nem lehet igaz. Nem, nem. De Scott durván lenyomta egy székre. Itt fog maradni velünk. Minden jelentés ide fut be, és minden parancs innen megy ki. Itt a leghamarabb tudja meg majd az igazat. Két óra öt perckor futott be az első jelentés. A New York-Summers felüli oldalon levő Szezgyár ostromáról. A jelentés így szólt: 40 emberrel szálltuk meg a Szezgyár környékét. A hatalmas kaput gépfegyvertűzzel nyitottuk fel. Az udvaron nem találtunk ellenállásra, de az épület ablakaiból heves tüzelés fogadott. Ennek során Braun, Gaspard és Numen rendőrök elestek. Tíz percig tartó harc után benyomultunk az épületbe, és kilenc gengsztert fogjul ejtve, elfoglaltuk az épületet. Börri Borszont, Pörrimen egyik alvezérét agyonlőttük. A szeszgyár átkutatása most folyik. Foglyot nem találtunk benne. Fél háromkor a 17. utcai bérház elfoglalásáról érkezett jelentés. Itt sem volt idejük pörrimenéknak kiüríteni a házat, és amíg a rendőrség az utcáról ostromolta, addig egy utásszakasz tűzoltólétrákon a felső emeletekbe hatolt. Itt is heves ellenállásra akadtak, de a rendőrség nagy fölényben volt és teherautókon szállították el a foglyokat. Ugyanilyen értelmű jelentések futottak be öt másik környékbeli bérkaszárnya ostromáról. Ezekben páncélszekrényeket, aranyat és nagy mennyiségű ékszert is találtak. Detektívcsoportok szállták meg a kimutatásokban felsorolt kilenc üres telket. Ezek közül azonban csak egyik bizonyult jelentősnek. Ezen egy durván összeácsolt őrkunyhó állt, és ennek a padozatában egy detektív csapóajtót fedezett fel föld alatti sikátorba jutottak, de itt olyan erős tűzbe jutottak, hogy örülniök kellett, ha a bőrüket menthették. Mi alatt pedig erősebb készültséget kértek a központtól, a banditák egyszerűen felrobbantották a bejáratot, úgy, hogy meg se lehetett találni többé. Természetesen a közelben levő házakat is végigraziázták, de a lakók között nem akadt senki, akit komolyan gyanúba foghattak volna. Scott szobájában egyre izgalmasabb és forróbb lett a levegő. Már a lapok is közölték nagyjából az ütközet állását, bár ez nem volt ínyére Scottnak. Scott generális a vezérkaridombon írta egy délutáni lap, a standard, amely állítólag pörriment tulajdona volt. New York olyan volt, mint egy csatatér. Sziréna búgás verte fel percenként a várost, nem is tudtuk, mondták az emberek, hogy ennyi rendőr van New Yorkban. Csak ugyan, tele voltak az utcák rendőrökkel. Bambit nem lehetett észre téríteni. Összeszorított fogakkal, halásápattan ült a székén. Körmei belé a tenyerébe. A hozzáintézett kérdésekre nem felelt. A minden ponton egyszerre indított támadások negyed négykor 17 helyen már be is fejeződtek. Pörrimen 21 vára közül 17 a rendőrség kezében volt. 191 foglyot ejtettek, rengeteg lőszert és rablat holmit zsákmányoltak. A többi négy helyen a jelentések szerint állt a harc, döntő összecsapásokat vártak estére. Aki ismeri az amerikai szellemet, megérti, hogy a harc kitörése pillanatában megszűnt a pánik. Nyugaton szeretik a nyílt harcot, és sokkal nagyobb volt az érdeklődés, mint a félelem. A New nywarki kocsmákból, mint az árvízapatkányokat patkányokat, úgy öntötte ki a villámrazzia a csirkefogók, késelők, tolvajok, revolvers bérencek tömegét. A rendőrség ezúttal könnyű RTL-en volt életre és halálra ment a játék, mindkét oldalon minden ember az életét vitte vására. Kíméletnek tehát helye nem volt. Akit gyanúsnak találtak, azt falhoz állították és megkérdezték, mit tud Pörrimenről. Ha azt felelte, semmit, akkor szitává a falat körülötte. Ez elég volt ahhoz, hogy mindenki elmondja azt a keveset, amit tudott. Így haladtak előre, nyomról nyomra amíg a rohamcsapatok a banda erődítményeit ostromolták, addig detektívek serege végig seperte a várost újabb és újabb adatot kért. Így aztán szűkült a hurok pörrimen és társai körül. Ugyanekkor kilenc civil ruhás, ártatlan külsejű, de felfegyverzett detektív jelent meg Dambi ügyvéd irodájában. A neves kriminalista kiüzent, hogy most nem ér rá fogadni az urakat, amit azonban az urak biztatásnak vettek és behatoltak Dambi dolgozó szobájába. Az ügyvéd felháborodva tiltakozott, mire az urak egyike szelíden így szólt. Határozza el magát, szenátor úr, hajlandó velünk jönni és mindenben segítségére lenni a nyomozásnak, vagy pedig. Kilenc revolver csöve mered Dambi úrra. Az ügyvéd felemelte a kezét. Csak átöltözöm, mondta, szíveskedjenek megvárni. Amint látják, ebből a szobából nem vezet ajtó sehová. Úgy látszik azonban mégis csak vezetett, mert Dambi úr öltözködés helyett nyomtalanul eltűnt. A detektívek percekig keresték a kiáratot, de eredménytelenül. Végre úgy rendelkeztek, hogy le kell bontani a falakat. Ezzel azonban Dambi egérutat nyerhetett. Viszont az egész környék meg volt szállva. A hurok egyre szorosabbra fonódott a hetedik. Evnyú, a Lisztmenpalota és a Horkan Steelworks Company épülete körül. A központról most úgy irányították a csapatokat, hogy erre a környékre összpontosítsanak minden erőt. Scott Szentül hitte, hogy Pörrimen ugyanott bujkál valahol, ahol Dambi. Most már kétségtelen volt, hogy Joe Slim adatai ezen a ponton is helyesek voltak. A rendőrcsapatok gyűrűje egyre szűkült a horkanépület körül. Pörrimennek ezen kívül már nem volt felderítetlen búvóhelye, de Joe-nak még nyomát se látták. Joe agóniája Joe tulajdonképpen nem volt olyan súlyos állapotban, mint eleinte hitte. Később, amikor Pörrimen emberei rátaláltak, már inkább megjátszotta a haldoklót. Az egyik gengszter mégis fejbevágta, hogy elájult és aztán elcipelték. Amikor magához tért, magas karosszékben ült egy ablaknál. Addig meregette a szemét, amíg csak nem tisztán látott és megállapította, hogy a lisztmenépülettel szemben levő házban van, ott, ahol Daszki Milmó állt a kézigránátjaival megpróbált hátranézni, de a nyaka teljesen merev volt és csak nem elájult az erőködéstől. A háta mögött két ember beszélgetett. Eleinte megpróbáltam tiltakozni, mondta az egyik, de azt mondták, hogy épp elég bizonyíték van a kezükben ahhoz, hogy letartóztassanak. Nem hiszem ugyan, de jobbnak láttam a csatornán idejönni. Ezek most úgy fel vannak piszkálva. Légy nyugodt, ez pörrimen hangja volt, hogy még nem végeztem ezzel a szkattal. Egyelőre legjobb, ha nyaralni megyünk egy hónapra, Kanada gyönyörű ilyenkor, a vadvizeivel. Ez a ház is kibírna ugyan egy heti ostromot, de minek? Mit védjem én a horkan örökösök házát? A tetőteraszon útra készen áll egy három személyes aeroplán és benne van minden, ami kell. Mennyi, kérdezte az előbbi hang. Öt millió körülbelül. Egy kis csönd támadt. Joe érezte, hogy hátulról közelednek felé. Ezzel mit csináljunk? Válasz helyett Pörrimen kiemelte a székből joe és durván mellbevágta. Te vagy az egyetlen, aki túljártál az eszemen. Förmet rá. Joe tántorgott. A másik emberben felismerte Dambi ügyvédet de lassan minden összefolyt előtte. A válsebét be se kötötték, sebláza volt spörrimen kétszer egymás után arcol ütötte. Joe elesett. A hideg rázta. Dambi belerúgott. Azt fogják hinni, hogy mi itt vagyunk, és halomra lövik a házat. Hagyjuk itt ezt a disznót. A saját emberei fogják elpusztítani mint egy válaszképpen az utca felől dörögni kezdtek a gépfegyverek. Pörrimen kényelmesen felöltözött, Dambi előre ment és ott Joe-t. Joe a földön fekve, kimerett szemmel bámult utánuk. Most már percenként futottak be a jelentések szkathoz. A vezérkar úgy vélte, hogy Dambi ügyvéd csak a horkampalotába menekülhetett, amely szemben volt a Listman building amely délóta ostromzár alatt volt azonban ez az épület dacolt az ostrommal. Miután ez volt az utolsó esély arra, hogy Pörriment megtalálják, Scott, két kapitányjal és Bambival egy páncélautóba ült Salisztmen épület elé hajtatott. Felmentek a tetőzetre és látcsővel figyelték az eseményeket. Az emberek ekkor még nem jutottak sokra. Az alsó emeletekből olyan tűzzáport zúdítottak a rendőrökre, hogy azok megközelíteni sem tudták az épületet. De abból, hogy ezt a házat ilyen elkeseredetten védik, Scott legalább arra következtethetett, hogy vagy Pörrimen maga van az épületben, vagy a kincsének jó része. Telefonparancsokat adott tehát a támadás erősítésére. Újabb és újabb csapatok érkeztek, az egész kerület visszhangzott a golyókopogástól. Pörrimennak csak ez az utolsó vára állt még. Győzelem és halál. Joe összeszorított fogakkal erőködött, hogy fel tudjon állni. Nem az életét féltette már, amiről annyiszor lemondott. Lázas agyában az az egy cél dolgozott, megakadályozni Pörrimen szökését. Nagy nehezen talpra állt. A szoba tele volt lőporfüstel. Az óriási épület rengett, búgott, mintha össze akarna dőlni. Odakint is folytó füst terjengett. Égett a ház. Joe felrántotta az ajtót. Minden mozdulatnál úgy érezte, hogy ez az utolsó. És mégis mindig tovább vonszolta magát. Folyosóról folyosóra. Fel akart jutni a tetőre, de a lift nem működött szörnyűséges kínok közt vergődött egyik lépcsőfokról a másikra. Ez az út egy egészséges embernek is sok lett volna. Szinte órák teltek el, amíg a teraszra ért. Ott kimerülten összerogyott. Vér folyt a vállából. Elfelejtette, hogy mit akart itt fönt. Berregésre ébredt. A repülőgép erősödő búgása belevágott az idegeibe. Nem volt szabad elmenekülniük. Felegyenesedett. Az irdatlan magasban minden olyan gigantikusnak, ködösnek látszott. És messze-messze ott meredezett a gépmadár. Pedig csak pár lépésre volt tőle a valóságban. Tántorogva indult a gép felé, ember akarattal, de megbotlott valamiben. A tető tele volt felállított gépfegyverekkel. A berregés erősödött és a gépmadár futva elindult. Dambi kihajolt és visszaröhögött a botladozó alakra. Azután előkapta a revolverét és belelőtt. Joe felsikoltott. Most a jobb lábába ment a golyó. Lerogyott egy gépfegyvertok mellé. Félkézzel forgatni kezdte. A gépfegyver zakatolva szórta a golyót, de a cső céltalanul merett a levegőbe. Joe Slim erejének utolsó tartalékával, összehúzott szemekkel célba vette a ködös foltot a levegőben. A gép megbillent. Átfordult a bal oldalára, és hegyes ívben zuhanni kezdett. Nagyon messze lent diadalordítás hallatszott. Joe még látta, hogy a szemben levő tetőn egy fehér ruhás vékony alak ugrál és integet felé. Azután sötét lett előtte minden. Fél óra múlva szkatt, Bambi és egy rendőrorvos állták körül a mozdulatlan testet. A rendőrorvos fejét csóválta. Kár pedig meghalnia, mondta, mert sokáig nem lesz nála népszerűbb ember az Egyesült Államokban. De szörnyű, hogy mit kibírt eddig is. Bambi nem mozdult el mellőle. A mentőkocsiban is fogta a hideg kezet. Szemei előtt újra és újra lejátszódott a szörnyű dráma a túlsó tetőn. Valóságos hősköltemény volt, amit Slim, a haldokló Slim csinált. Ezt írták az esti lapok is. A kormányzót sem engedték be hozzá, a polgármestert sem. Csak bambilisztmen ült az ágya mellett és fogta a kezét egész éjszaka. Hallgatta a lázas, tört mondatokat. Joe lázálmában folyton esküdözött egy ismeretlen fiatal hölgynek, hogy ő nem gangster, hanem Joe detektív. És nem sejtette, hogy az a fiatal hölgy mennyire elhiszi ezt neki. Dambi elpusztult a zuhanásban. Pörriment élve húzták ki a hadzontyúb mellől. A gépet is kivonszolták és rengeteg pénzt, aranyat, platinát és brilliánst találtak benne. Pörri ment a rabkórházba vitték, ahol őrültséget szimulált. De még mielőtt alaposabban megvizsgálhatták volna, meghalt. A hadzon eltörte a hátgerincét. Még egyszer Lisztmen. Amikor hosszú hónapok múltán, Joe úgy, ahogy felépült. Bambit már nem találta maga mellett. Nem is tudott róla, hogy a lányápolta őt. Sokáig, nagyon sokáig töprengett, hogy elmenjene hozzájuk. A melletele volt kitüntetéssel és a lapok egyébről sem írtak, mint Kolonel Slimről, de ő valahogy úgy képzelte, hogy még mindig be kell bizonyítani a Bambinak, hogy ő detektív. És ezért mégis felkereste egy napon. De maga nem fogadta. Nem volt éppen túl barátságos, az ember többet várt volna a történtek után. De hát az öregnek megvolt a maga külön modora. Leültette Jót, mert látta, hogy gyönge még, de a legrosszabb szivarral kínálta meg, amilyet csak kapni lehet. Hát fiatalember, mondta, sűrű szemöldöke alól éleseket pislentva felé, magának köszönhetem, hogy visszakaptam egy milliót. Milyen jutalmat kíván ezért? Jót hirtelen elöntötte a vér. Nem tudta, mit beszél, pillanatnyi őrültség fogta el. Azt mondta, a lányát, a lányomat. Hőkölt hátra a milliómos. Joe most már szerette volna visszavonni. De most nem jött ki hang a torkán. Bár az előbb ne jött volna. Korholta magát. Rendben van, mondta hirtelen Lisztman, már attól féltem, hogy egy félmilliót követel majd jutalmul. Elnevette magát. Oda ment és megölelte az álmuló fiatalembert. Később Bambi is megtette ugyanezt, aminek minden esetre több értelme volt. Vége!